Magyar-Kanizsa községben a polgárok több mint 40%-a vette már fel eddig a koronavírus elleni védőoltást. Folyamatos az immunizáció, napi szinten több mint 100-an vehetik fel az általuk választott védőoltás valamelyikét. A magyar-kanizsai Bakota Mária felvette a védőoltás második dózisát is. Mint mondja, az oltás után enyhe mellékhatásokat tapasztalt. Az AstraZeneca-t kaptam, így kaptam be Urádból, és márciusra vettem fel az elsőt, most veszem fel a másodikat, ha minden igaz. Volt-e valami mellékhatás, érzette valamit? Hát volt egy kis hidegrázás, kis izomfájdalom, de ezen kívül más nem volt. Úgy. A Tiszaparti településen élő Milos Nikolic fontosnak tartotta azt, hogy felvegye az oltást. Máriához hasonlóan ő is a második AstraZeneca-ért érkezett. Nem tapasztaltunk semmi rosszat, hát én megszoktam, mert én a katonaságtól, a gyerekkoromtól kezdve veszik a vakcinát, és a katonaságnál is kaptuk, és akkor fel kell venni. Magyar-Kanizsa községben eddig kicsivel több mint 6500 polgár vette fel a védőoltás első adagját, míg a második dózist 5400-an. A Sinopharm és a Pfizer védőoltás az, ami legjobban vonza az embereket nálunk, és ezeket a védőoltások is vannak most rendelkezésünkre, úgyhogy azt is hozzá szeretnénk tenni, hogy ez igen egy 40%-os beoltottsági szint Magyar-Kanizsán, de nem azt jelenti, hogy ennyien vannak magyar-kanizsai polgárok közül beoltva, mert mivel hogy határmentén vagyunk, illetve nagyvárosokban tanulnak és dolgoznak emberek, lehet, hogy ott felvették. Magyar-Kanizsa községben az érdekeltek napi szinten választhatnak az említett oltások között, és előzetes bejelentkezés nélkül is felvehetik azokat.